Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Tisztán is jó a buli. A kábítószerek veszélyeire hívták fel a figyelmet pénteken. Együtt énekeltek. A Magyar Költészet napját ünnepelték az Erkel gimnáziumban. A tavaszt jelenítették meg. A József Dezső Egyesület alkotóinak munkáiból nyílt tárlat a kórházban. Atléták és labdarúgók remekeltek. Országos első lett a karácsonyi csapata 5000 méteres síkfutásban. Muzeális értéket vitt el. Fémkeresővel kutatta a határt egy 50 éves kétegyházi férfi. A különböző legális és illegális drogokkal kapcsolatos veszélyekre hívták fel a középiskolások figyelmét pénteken. Elsőként Klobusicki György főiskolai tanár egy interaktív előadással foglalta össze a fiatalokra leselkedő veszélyeket, majd egy szimulációs gyakorlaton élő szereplők játszottak el egy diszkóbalesetet. Ez a nap híre. Egy ilyen magányos diszkóból hazafelé történő személy gépkocsis balesetet. Drámai felvételeket sem nélkülözött az az előadás, melyet Klobusicki György főiskolai tanár tartott a kábítószerek veszélyeiről. Az élő interaktív előadás nem szokványos formában világított rá a fiatalokat érintő problémákra, hanem közérthetően róluk szól nekik az ő stílusukban, mert a tapasztalatok szerint ez a módszer hatékonyabb, mint a hagyományos felvilágosító előadások, mert itt összefoglalva kaphatnak információt a rájuk leselkedő veszélyekről. Onnan jött az ötlet, hogy szétesnek az információk, amikhez hozzájutnak a gyerekek. Egymást is hülyítik, innen van, onnan van információ, minden. Én meg itt rendszerbe összefoglaltam ezt az egészet. És hát ezt úgy kell nekik tálalni, hogy ne vegyék észre. Bemegy a hajuk alá végül is ez az egész. Tehát ha utána bárkit megkérdeznek, ragyogan el tudja mondani ezt az egész előadást, ami itt volt. Az egyik legnagyobb gond az, hogy ma már számos olyan szerhez is hozzáférhetnek a fiatalok, amiről szinte semmilyen információja nincs a szakembereknek. Ezek különösen nagy veszélyt rejtenek a korábbi ismert anyagokhoz képest. Napjaink legújabb anyagai is benne vannak természetesen, alkohol és cigaretta és energiaital mellett, ami nagyon fontos, benne vannak napjainknak most már ezek az házi, gagyi, amatőr, dizájner anyagok, amiről senki nem tudja még a laborban sem, hogy mi van benne, ki csinálta, honnan van, és mi az ellenszer. Ez a baj, hogy nem tudják a toxikológián kezelni, mert nem tudják, hogy mi van benne, ez az úgynevezett herbál anyag. Együtt voltunk egészen! Ez pedig már az a szituációs gyakorlat, amit az előadás után tartottak a művelődési ház parkolójában, ahol a szereplők egy diszkóbalesetet játszottak el, amikor is az ittas sofőr elgázolt egy biciklist. A rövidesen kiérkező mentők, rendőrök és tűzoltók azonnal megkezdték a mentési munkát. Hogy mászunk ki? A cél itt is olyan formában felhívni a figyelmet a veszélyekre, ami eltér a hagyományos módszerektől. Ez láthatóan elgondolkodtatta a fiatalokat. Elég drámai volt, számomra viszont igazság, ez az igazság. Elég figyelemfelkeltő módon kaptuk ezt az előadást, viszont sajnos tényleg manapság egyre több ilyen baleset történik, ami elég sajnálatos. Önként lesorolt magát rendőrintézkedésnek, azonban ő ellenszegül. Nem hajlandó megfogni az alkoholtesztet, iratot átadni, ezért kényszerítő eszközt alkalmaznak nála. A kerékpároson már nem lehetett segíteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A drámaiságot fokozta, amikor megérkezett az elhunyt hozzátartozója és a halottas kocsi. A rendőrség számára azért is fontosak ezek a programok, hogy ráébresszék a fiatalokat a felelősségvállalás fontosságára. A televíziós híradásokban a fiatalok látnak egy közúti közlekedési balesetet, akkor arra gondolnak, hogy ez nem velünk történt, és velünk ilyen nem is történhet meg. Ugyanakkor a veszélyhelyzetek bizony bárhol, bármikor kialakulhatnak, és a másodperc tört része alatt történhetnek olyan tragédiák, amelyek családok, emberek életét határozzák meg. Ugyanakkor fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy természetesen nem azt szeretnénk, hogy mindenki a saját kárán tanuljon, hogy valamilyen fajta pszichés traumát vagy éppen testi sérülést szenvedjen el, és utána értékelje át a közlekedéssel kapcsolatos gondolatait, hanem anélkül, hogy ez megtörténne, valahogy hozzuk közelebb ezt a gondolatsort a diákokhoz. Ezt a cél szolgálja ez a mai nap. A rendőrség a jövőben további hasonló programokkal szeretné felhívni a fiatalok figyelmét az őket érintő veszélyekre, hogy minél kevesebb tragédia történjen egy átbulizott éjszaka után. Közel 100 erkeles diák énekelte el Bereményi Géza és Cseh Tamás Csönded vagyok című dalának egyik feldolgozását péntek délelőtt a gimnázium előtt. A Magyar Költészet napját többek között rendhagyó irodalomórákkal és vetélkedővel ünnepelték.
Több programmal ünnepelték a Magyar Költészet Napját pénteken az Erkel Gimnáziumban. A Magyar Költészet Napja alkalmából 3 éve indult a hagyomány, Kosztín Bogi indította még el. Hát ez úgy szokott kinézni, hogy minden április 11-e környékén, egy pénteki napon rendhagyó irodalomórák vannak délelőtt, tehát a diákok tartanak irodalomórákat, és délután pedig egy rövidebb vetélkedő, pár órás vetélkedő a diákok számára, ami a magyar költészet és a költészettel, a világirodalommal kapcsolatos. A nap leglátványosabb produkciója az volt, amikor közel 100 diák énekelt el Bereményi Géza és Cseh Tamás többek, jelen esetben a 30Y által feldolgozott dalát. Vannak, akik nagyon érdeklődőek, és nagyon szívesen részt vesznek, és lelkesek, de vannak, akik kevésbé. Viszont szerintem megéri a rendezvény, mert eleve egy nagyon szép hagyomány, jó a motiváció, szép a cél, és szerintem érdemes megadni a lehetőséget, hogy aki szeretne, az becsatlakozzon. A Magyar Költészet Napját 1964 óta rendezik, József Attila április 11-i születésnapjához kapcsolódóan. Ez alkalomból különböző programokkal, versmondással, előadásokkal vagy éppen közös éneklésen ünneplik a hazai lírát. A József Dezső Egyesület több tagjának mintegy 50 képéből nyílt kiállítás a Bándi Galériában. A képek középpontjában a tavasz, az újjászületés áll. Az alkotók többféle formában jelenítették meg ezt az évszakot. Hegyek, fák, füvek, haragzöld, azúr meg, szívem rokonai. Szilágyi Domokos Hegyek, fák, füvek című versének előadásával kezdődött a Pándi Galériában nyílt kiállítás a József Dezső Egyesület tagjainak képeiből. A tárlatot megnyitó Alt Norbert alpolgármester úgy fogalmazott, a bennünk lévő képességek kiaknázására jó lehetőséget nyújt a képzőművészet ezen ága. Mindenki keresi azt a forrást, azt a saját magában lévő alkotót, aki olykor-olykor ilyen formában is megnyilvánul, erre kiváló terep az olyan kezdeményezések, az olyan alkotótábor, az olyan egyesületek, mint a József Dezső Amatőr Szakkör és Alkotótábor Egyesület. Csészabó András nemrég óta tagja az egyesületnek, most két képet hozott, az egyik a természetet ábrázolja, ami az egyik kedvenc témája. A természet, főleg azért, mert talán abban még labdába tudok rúgni, a személyek festése az nem megy még, nem, ahhoz sokkal nagyobb türelem kell, sokkal nagyobb előképzettség, meg egyéb. Ez is egy olyan dolog, hogy hát van, aki így fest, van, aki úgy. Én nehezen. A József Dezső Egyesület Téli Szabad Egyetemének számos alkotását vonultatta fel a tárlat, amelyben az alkotók különböző módon ábrázolták a tavaszt, a megújulást. A tél utáni megújulás, tehát a halál utáni feltámadás, újra születés és az élet szépségeit foglaljuk össze, és minden kép más-más életjelenetet ragad meg, természetből, ember életből, szórakozásból, tehát a virágoktól kezdve a vitorlázásig itt mindennel találkozhatunk. Az Egyesület alkotóinak képeiből nyílt kiállítás május 5-ig látható a Pándi Galériában. Országos első lett a karácsonyi iskola csapata. Az atlétákból és labdarúgókból álló egység 5000 méteres síkfutásban bizonyult a legjobbnak. Az 1-1 elleni játékot és a támadások befejezését gyakorolták a Grosics Akadémia U19-es csapatának tagjai szerda délután. A csapat az NB1-es bajnokságban szerepel, tavasszal 5 meccsen 8 pontot szereztek, legutóbb a Kaposvár győzték le 1-0-ra. Három játékos a napokban más területen is kimagasló teljesítményre volt képes a karácsonyi gimnázium színeiben. Süli Rihárddal és Móc Dániellel megerősítve 5000 méteres országos diákolimpiai csapatfutó verseny döntőjében szerepeltek a fővárosban. Elég nehéznek tűnt ez az egész. A tanárnő azt mondta nekünk, hogy ha a legjobb 8-ba végzünk, akkor már elég jók vagyunk. Persze, hát meg akartuk nyerni, nem gondoltuk, hogy sikerülni is fog, megpróbáltunk mindent. Aztán azt is mondta, hogy olyan 60-ba kell benne lennünk mind a 4-en, hogy jó legyen.
Hát ugye ez sikerült is. A gyulai csapat tagjai közül természetesen az atléták Süli Rihárd és Móz Dániel érte el a legjobb eredményt, de ahhoz, hogy a versenyt a karácsonyi egység nyerje, kellett a labdarúgók nagyszerű idő eredménye is. A Süli az 10. helyezést ért el, a Móz Dani pedig 18. lett, én lettem 45. a Luki lett 47. a Deli meg 98, de 4 embernek számította az összeideje, és én futottam 17-26-ot, a Luki futott 17-31-et, a Deli meg 18-40 körül futott. Tehát így jók lettünk, így 110 pont lett az összesítés, és akkor így elsők tudtunk lenni 18 ponttal. A fiúk nem csak a pályán elért eredményre lehetnek büszkék, ez a siker a tovább tanulásnál is előnyt jelent számukra. Sokat jelentett ez az iskolának, és hogy így megnyertük, így nem, hogy az arany, még az érettségihez is pontokat gyűjtöttünk, vagy 10 vagy 15-öt, és ha tovább tanulásba is, aki olyan szakra megy, még az plusz pontot jelent. A Grosics Akadémia U19-es csapata, ahogy egyébként az U17 és az U16 is, jelen pillanatban az adott korosztály 11. legjobb magyar együttesének számít. A fiúk szombaton a Videóton ellen gyűjthetik tovább a pontokat. Az eseti szakértő elsődleges megállapítása alapján muzeális értékű régészeti leleteket áshatott ki a földből, és vihetett haza az a férfi, aki ellen büntetőeljárást indított a rendőrség. A gyulai rendőrkapitányságra április 6-án érkezett bejelentés, mely szerint egy férfi fémdetektorral járja és vizsgálja a két egyháza határában lévő földterületeket. A rendőrök a helyszínen igazoltatták, majd előállították az 50 éves férfit, aki kihallgatásán elismerte, hogy régiségeket gyűjt. Elmondása szerint korábban azért vásárolt fémkeresőt, hogy az eszköz segítségével gyarapítani tudja a régi pénzérmékből álló gyűjteményét. A rendőrök házkutatást tartottak a férfinél, ahol a fémtárgyak között 56 olyan darabot is találtak, amelyek az eseti szakértő elsődleges megállapítása alapján muzeális értékű régészeti leletek lehetnek. Koruk és értékük megállapítása érdekében a rendőrség igazságügyi szakértőt rendel ki. Az 50 éves kétegyházi férfi ellen lopás megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást, a fémdetektort lefoglalták. Kiemelkedő mutatókkal zárták a 2015-ös évet a Békés megyei bíróságok. Rövid hírek következnek. 2015-ben az ország bíróságaira érkezett ügyek 3%-a a gyulai törvényszékre vagy valamelyik illetékességi területre érkezett, hangzott el a gyulai törvényszéke rendezett összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztató. A tavalyi év ügyforgalmi adatait hasonlóan az előző évekhez magas szakmai színvonal és az időszerűségi követelmények betartása jellemezte. Az érkezett ügyek számát tavaly is meghaladta a befejezetteké. A folyamatban maradt ügyek száma közel 4%-kal csökkent, ez a szám 2015-ben 5300 volt. A gyulai törvényszék az egy éven belül befejezett ügyek számában is az első között szerepelt országos viszonylatban. Az év végén az engedélyezett álláshelyek száma 326 volt, ami az országos összlétszám több mint 3%-a, ezzel a gyulai törvényszék a 11. helyen áll. A két álláshelyből az egyiket már be is töltötték, és a másik elbírálása is folyamatban van. Fontos eredmény az is, hogy a meghozott ítéletek jelentős részében nem volt szükség másodfokon a felülbírálatra, ez is hozzájárult a befejezett ügyek számának eredményességéhez. Kiemelt figyelmet érdemel az is, hogy Békés megyében jelenleg mindössze 24 olyan ügy van, amely 2 éven túl van folyamatban. Indul már a csirkekupa, remek a csibék csapata, friss a csapat, még csak napos, sok köztük a sárga lapos. Nem csak a sportban, a kultúrában is jártas lehet egy fiatal labdarúgó. Bizonyította be a csütörtök délelőtti pályaavató ünnepségen verset mondó harmadikos diák Prohászka Máté. Görgényi Ernő polgármester a sport, Gyulán azon belül is az utánpótlás nevelés kiemelkedő szerepére hívta fel a figyelmet. Spisják Zsolt megyei MLS igazgató stratégiai jelentőségű fejlesztésnek nevezte a gyulait, hangsúlyozva, Békésben az elmúlt időszakban 10 ilyen pálya épült. A TAO támogatásoknak köszönhetően 2 milliárd forint érkezett a térségbe, ezek jelentős részét az amatőröket szolgáló infrastruktúra fejlesztésére fordították. Aki pályát épít, bízik a labdarúgás jövőjében, hangsúlyozta Őze Tibor, aki az MLS grassroots menedzsereként a labdarúgó kultúra megerősítésének a fontosságáról beszélt.
A pályát jelképesen a szalag átvágásával adták át, majd megkezdődhettek a gyermekek számára a labdás foglalkozások. Kis Ferenc citera játéka teremtett hangulatot a Népi építőművészet fennmaradt értékei című előadáshoz szerda délután az Esze Tamás utcai civilházban. Ha ez az érdeklődés hosszabb távon is megmarad, akkor akár több alkalommal más témákkal is visszatérnénk. A Gyulai Civil Szervezetek Szövetségének elnöke köszöntőjében megfelelő érdeklődés esetén a programsorozat folytatására tett ígéretet. Van ez a könyvsorozat, ami egy abszolút újdonság. Ezt egy 3-4 éve indított el a Corvinnek kiadó. Bagyinszky Zoltán előadásának alapját a Bede Béla által jegyzett Magyar Népi Építészet című kötet jelentette, melyhez ő készítette a fotókat. A kötetben nem csak parasztházak kaptak helyet, hanem gazdasági, ipari és szakrális épületek, valamint különféle mesterségek jellegzetes házai. A sorozat előző köteteihez hasonlóan a részletesen bemutatott 200 épület együttesen kívül megyénként címmel sorolnak fel összesen 609 népi építészeti emléket, amelyek között már a Magyarországon élő kisebbségek építészeti emlékei is szerepelnek. A megőrzött épületek sehol nem csupán népi építészeti emlékek, hanem céljuk az adott kor népi kultúrájának minél teljesebb bemutatása. A Turay Ida Színház mutatta be szerdán Gyulán a Hamupipőke mese játékot, melyet aznap két alkalommal vittek színre. Délelőtt óvodások, délután kisiskolások nézték meg a darabot. Hamupipőke! Takaríts ki ezt az átkozott tűzhelyet, mire visszajövök! Különben ma csak kapsz enni! Charles Perrault meséje évszázadok óta elkápráztatja a gyerekeket, és az évek folyamán már több mint 400 változata született a Hamupipőke című mesének. A hazánkban is ismert népmesei változat helyett azonban a Turay Ida Színház szeretné megismertetni a klasszikus, legrégebbi történetet, amelyben Hamupipőke cselédsorban él, és a szegénységből emelkedik ki kedvességével, szorgalmával és önzetlenségével. Lehet, hogy megérdemelted, de ne feledd, ha valami bajra esik, neked kell ellátni a feladatait. A társulat tagjai azt mondták, a gyerekeknek mindig különleges élmény játszani, nem csak azért, mert hálás közönségnek számítanak, hanem azért is, mert kritikusak. Bár ebben a darabban nem a nálunk legismertebb történetet dolgozták fel, azért itt is akadnak jótevők. A tündér keresztanya segítségével Hamupipőke még a bálba is eljuthat, ahol rátalál a herceg és az igaz szerelem. Közben azt is megtudhatjuk, hogy a feltétel nélküli szeretet és a barátság legyőz minden akadályt. Lakásbetörések gyanúsítottjait fogták el a rendőrök Békés Csabán. A páros tagjai, akik családi házakból többek között ékszereket, készpénzt, műszaki cikkeket tulajdonítottak el, már őrizetben vannak. Egy 57 és egy 27 éves férfi március végén a kerítésen átmászott be egy Békés Csabai családi ház udvarára, majd a nyitott nyári konyhán keresztül a kamrába mentek, ahol a ház tulajdonosa többek között házi húskészítményeket tárolt. A kamrából 64 szál kolbászt, egy sonkát és szeszes italokat, valamint táskákat tulajdonítottak el. Néhány nappal később kifeszítették egy Békés Csabai lakóház ajtaját, és készpénzt, aranyékszereket, valamint egy karórát loptak el. A nyomozás eddigi adatai alapján még két Békés Csabai házba, egy lakatlan tanyába, majd április 1-én újra egy Békés Csabai családi házba törtek be. A Békés Csabai rendőrök mindkettejük ellen büntető eljárást indítottak. Az édesség mértékletesen fogyasztva jó közérzet javító finomság. Ma annak járunk utána, mi alapján választanak ebből az emberek. Sokak kedvencei az édességek, akár sütemény vagy csokoládé formájában. Ön fogyaszt ilyen finomságokat? Hát két naponta egy tálba csokoládé körülbelül. Meg mikor, hogy van, mikor több is. Alkalomfüggő. Csak csokit vagy süteményt is? Hát persze, minden szinten. Hát ez ilyen hullámokban szokott rám törni, amikor ilyen úgynevezett csokoládé éjsége van, akkor sokat. Aztán próbálok parancsolni magának a kevesebbet. Hát biztos meg kéne találni az egészséges mértéket, de nem este, maradjunk ennyiben. Én vegetáriánus vagyok, ezért az édességből csak olyant eltek, amiben nincsen fehér cukor, nincsen benne tej,
semmi állati termék, igen nehéz, és ami a legrosszabb, sokkal drágább, mint aki mindenevő. De van egy igazi nagy előnye, könnyebben megműszi a szervezet a dolgokat. Mobil szűrő programot indítanak az ország legszegényebb régióiban. Lapszemle következik. Életet menthet a kis piros gomb. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a város saját forrásból 54 új készüléket vásárolt, több mint 4 millió forintból, a meglévő 52 mellé, írta az Orosz Café. Az ingyenes szociális szolgáltatásra minden 65 évnél idősebb, szociálisan rászoruló lakos jogosult, aki egyedül él. Pályázik a Békési Múzeum. A Jancsik Mátyás Múzeum közel 4 millió forint összértékű, visszanemtérítendő támogatásra nyújtott be kérelmet a Napokban, írta a Békés Város. A Gyere velünk a múzeumba elnevezésű program célja a békési járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és a területi egyenlőtlenség felszámolása. Zongora estel zárult a tavaszi fesztivál. Éppen 29 napja Döge Csaba vezényletével nyitotta meg a programsorozatot a Vasutas Koncert Fúvur zenekar, írta a Behír. Most pedig zárásként a Békés Csabai születésű junior primadíjas művész zongorajátékát hallhatták a zenekedvelők. Mobil szűrő programot indítanak a legszegényebb régiókban. Elsősorban a fiatalokra és a gyerekekre figyelnek majd, és a szűrővizsgálatokon túl fontos része lesz a programnak a testi-lelki nevelés, írta a Magyar Kurír. A betegápoló irgalmas rendszeret rávezetni őket az egészséges táplálkozásra, a rendszeres testmozgás, valamint cél a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása is. Szombaton hűvös és esős, vasárnap már csak hűvös idő következik. Hétfőn újabb felmelegedésre lehet számítani. Szombaton lehűlésre kell készülnünk. Többnyire erősen, olykor szakadozottabban felhős idő lesz, elsősorban délutánra várható eső. Ebben a térségben zivatarra is számíthatunk. Gyenge, időnként élénkebb északi szél fúj. A hőmérséklet az éjszakai 12 foktól, kora délutánra 21 fokig emelkedik. Vasárnap is hűvös időig érkezik. Vékonyodni, szakadozni kezd a felhőtakaró, pár órás napsütésben már bízni lehet. Számottevő eső nem valószínű, bár zápor még előfordulhat. A hőmérséklet vasárnap 13 és 20 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Tisztán is jó a buli. A kábítószerek veszélyeire hívták fel a figyelmet pénteken. Együtt énekeltek. A Magyar Költészet napját ünnepelték az Erkel gimnáziumban. A tavaszt jelenítették meg. A József Dezső Egyesület alkotóinak munkáiból nyílt tárlat a kórházban. Atléták és labdarúgók remekeltek. Országos első lett a karácsonyi csapata 5000 méteres síkfutásban. Muzeális értéket vitt el. Fémkeresővel kutatta a határt egy 50 éves kétegyházi férfi. A Gyula TV híradóját látták. Most az értékőrző következik. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!